Szóval, itt van ez a tök jó Zeitgeist. Ezek a felvételek lehetnének jobbak is, de ezek ezzel a kis kamerával készültek. Ez nem. Ez szerintem igen, mert a vörösön látom, hogy igen. Na mindegy, szóval iszonyat nagy királyság felvételeket lehet csinálni egy ekkora kis pici kis kompakt hülyeséggel is. Most az a deal, hogy akarok hozzá venni, bár nem tudom, még ezt nem döntöttem el. Érdemes lenne venni hozzá, bár az a baj, hogy éppen azért vettem ilyen kompaktot, és éppen azért nem cserélhető az objektív, hogy bármikor be tudjam rejteni a zsebembe, elférjen kis helyen, hiszen ez egy vlog kamera, ezt én nem használom szinte semmi másra, hát kivéve a Zeitgeistre. Jé, ez is az én felvételem. Multi papucsos puska mikrofont, amitől sokkal királyabb lenne a dumám, főleg akkor, hogyha mondjuk nagy utcazajban csinálom. Viszont ennek nagyon érzékeny a papucs része, mivel hogy multi, ez a Sonynak a saját cucca, törik, külön föl kell rakni, szóval az a helyzet, hogyha ezt a kamerát interjúkra is használnám, akkor tök jó lenne. Amúgy meg viszont kb. Az esetek 5%-ában vagyok olyan helyszínen, van annyi időm, van annyi kezem, hogy megéri azzal cseszekedni, hogy felrakom, beállítom. Ennek meg imádom, hogy sztereó hangja van, hogy így. Azért kéne gyorsan megvenni ezt a cuccot, már hogyha elszánom rá magam, mert a Sony az képes kitalálni mindig valami újat, és akkor a régieket így kivonják. És mi van, hogyha nekem a jövőben mondjuk használnom kéne ehhez, de nem, mert akkor a másik kamerát használom a másik fejmikrofonnal, ami minden szempontból sokkal jobb, mint ez. Vagy hogyha nagyon extrém, akkor meg a nagy hex 100-ast, ami meg... Szóval... Nem győzöm elégszer mondani, eddig csak egyszer mondtam, hogy lehet rendelni itt a videó aljában a merch 2-es pont mögött lévő linken keresztül pólókat, meg mobiltokokat, meg mindenféle dolgot. Csillagszóró készített mintákat. Az egyiket nem ő készítette, de hát az tök alap dolog. Nyilvánvalóan akkor kell ilyet rendelni, hogyha szeretnétek. De fontos tudnotok az, hogy az ebből származó összes bevétel, ami szépen gyűlik egy számlán, az mind az SOS Gyermekfalvak Alapítványnak megy jótékony célra. Így igazából automatikusan jótékonykodtok, és jótékonykodni menő. Tudom, hogy drága, sokan mondták már, de ez minőségi cucc, és a minőséget meg kell fizetni. De volt egy ilyen fűrágás ez ügyben, hogy kellenek ezek, mert hogy... Mindenki, aki videós, annak van pólója, neked meg miért nincsen? És aztán rendeltek bőle már, hogy négyet. Füles! Füli. Amúgy, ma azt gondoltam, hogy eszem egy levest. A levesben. De aztán rájöttem, hogy a tésztát jobban szeretem, úgyhogy ennék egy tésztát a pasztában. De mivel egymás mellett van a kettő, így még mindig baromi nagy a dilemma. Vannak ilyen dolgaim, sokkal egyszerűbb lenne elmenni enni egy napi menüt valahol húslevessel. Her out. It was a Friday night. I walk alone to get the feeling right. We started making out, and she took off my pants, but then I turned on the TV. Soha ne hagyjátok magatokat rábeszélni a California Capis, California Coffee Shop, vagy Coffee, California Cafe Company. Ben, sütire! Na jó, ez túlzás, lehet, hogy néha jót ajánlanak. Én ma kókuszos kapucsinót ittam, és megkérdezte a csajsz, hogy ajánlhat-e hozzá valami kókuszos különlegességet? Mondtam, hogy persze, hogy ne, csapassuk. És valami gluten-free, nem is tudom. Szóval ez nagyon divatos, nincsen benne semmi tortát ajánlott, nagyon sok pénzért, aminek nem volt íze. Szerintem annak semmi értelme nincs, hogy valami ott raksz a szádban, mert nincsen íze, mert az kb. Olyan, mint a nyálad. Hol nem leled fel a... posta hivataloknak a nyitvatartását. Természetesen a Magyar Posta hivatalos honlapján. Szóval emiatt alakult úgy, hogy néhány csekket, kevés csekket nem bírtam ma befizetni, viszont emiatt holnap fogom. Viszont holnap vendégség lesz nálunk. És mivel ezt az egészet meg kell csinálni, meg kell venni a kaját, meg kell főzni a kaját, így nekem holnap reggel 7-kor kell kelnem, hogy eljussak a postára befizetni ezt a sok szart. Gameplay!